Augusztus második felétől kezdődött a dohány levelek törése ófehér tón. Az országnak ennek a szeglete élen jár az ágazatban, a termesztés több mint 80 a ugyanis szabolcs már bereg megyére koncentrálódik. Ezen a dohányföldön tudták öntözni a növényt, így nagy részük túlélte a történelmi asszájt. Sok termelőnél azonban több mint 50 os a termés kiesés. A termelők problémái pedig úgy tűnik, a tenyész időszak után fokozódik. Kenyeres Sándor, a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke 35 perc című műsorunkban arról beszélt, az emelt energiárak miatt a dohány levelek szárítása több mint tízszer esélybe kerül a tavainak. Magyarországon két levélfajtát termelnek. A Börli típusút, ami természetes szárítású, ezt a gáz áremelkedése nem érinti, illetve a mesterséges szárítás úgynevezett Virginia típusú dohányokat. A országos területnek a megoszlása 15-85 százalék, tehát a Virginia a nagyobb arány, és valóban ezeknek a dohányoknak a szárításához gázt használnak fel, tehát szárító kamrákban szárítják meg, és gázüzeműek ezek a szárító kamrák, és mellette még elektromos áramot is használnak. Már a tavalyi év végén látható volt, illetve előzetesen jöttek az információk, hogy a gáz, gázára emelkedni fog. Ez először a műtrágyákban jelent meg, és érzékelhető volt, hogy jelentősen hatni fog a, a termesztésre, a termesztés költségeire. Évek óta csökken egyébként a dohány termő területének nagysága. A Madosz elnöke szerint pedig arra lehet számítani, hogy az idei szezon után még többen hagynak fel a tevékenységgel. Olyan szinten megemelkedtek a költségek, hogy gyakorlatilag itt már egy hektárnak a bekerülési költsége a 3-3,5 millió forintot is esetenként meghaladja. Tehát mire a. a, 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 a palánta a betakarításig, beszállításig, értékesítésig lezárja a folyamatot a termelő, ezek a költségek akár a 3,5-4 millió forintot is elérhetik. Nyilván egy évnek úgy lehetnek indulni, hogyha kellő tőkével rendelkezik a termelő, és ezt az ezt a összeget meg tudja finanszírozni. Nyilván ez, ez akkor változhat, hogyha az energiárak valamelyest, valamelyest konszolidálódnak. Erre pillanatnyilag kevés esélyt látok. Kenyeres Sándor hozzátette, az ország két legjelentősebb dohányfeldolgozó vállalkozását is érinti az energiaválság, emiatt számítani lehet arra, hogy a közeljövőben tovább emelkedik a dohánytermékek ára.